Az az igazság, hogy rengeteg dogmát ismerünk, valamilyen határokat próbálunk betartani, méretekhez igazodni, de máig nem egyértelmű, hogy akkor mi is az evidence-based tudomány a direkt és az indirekt pótlások területén. Az idei Dental az előző évekhez hasonlóan nagyon izgalmas előadásokkal és gyakorlati kurzusokkal várja az érdeklődőket. Ezek egyike lesz a direkt posterior restaurációkról szóló kurzusom. Én úgy gondolom, hogy a mindennapokban nagyon gyakran problémát okoz annak az eldöntése, hogy hol a határ egy direkt és egy indirekt restauráció elkészítése között. Az, az igazság, hogy rengeteg dogmát ismerünk, valamilyen határokat próbálunk betartani, méretekhez igazodni, de máig nem egyértelmű, hogy akkor mi is az evidence-based euh, tudomány a direkt és az indirekt pótlások területén. A kurzus erre is próbál rávilágítani, de a fő fókusz leginkább a fog töméshez való előkészítésében lesz, illetve az anyagtani háttereknek a megismerésében. Nagyon gyakran még mindig azt látom páciensek oldaláról, illetve kollégáknál is, hogy egy tömés két-három évre van kitalálva, cserélni kell. Én ezzel abszolút nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy egy okosan, tudatosan kivitelezett, direkt biomimetikus posterior restauráció akár 10-15 évig is funkció képes tud lenni. És szeretném ezt bebizonyítani azoknak, akik meglátogatnak a kurzusomon.